Az északi városrészben folytatódnak az útépítési munkák. Most itt a Béke utca elején állunk, ahol láthatóan már valamilyen munkákat végeztek. Mikor és mi történik itt ezen az utcán pontosan? Jelenleg, ami már megtörtént, hogy a nyírségvíz kiváltotta az ivóvíz vezetéket, ahol szükségesnek látta az útépítés előtt, és napokban aláírjuk a kiviteli szerződést, és június elején elindulnak a kivitelezési munkálatok. Milyen út épül itt? Egy 4 méter szélességű aszfaltút épül, egyik oldalt döntött szegéllyel, vagy jobban egy K-szegélyes kialakítással, ami a vizet megvezeti és a csapadékvíz elvezető rendszerbe viszi, de a másik oldalt is rakunk egy sűjesztett szegélyt, ami egy színben lesz az aszfaltburkolattal, hogy megakadályozza az aszfalt szélek töredezését. Így sokkal időtállóbb lesz az út. Mennyire képez itt majd akadályt az építés időszaka? Tehát hogy lehet használni addig is itt az utat? Hát gondolom a városlakók ezt már tapasztalták, mert az elmúlt évek során sok belterületi utat kiépítettünk. Ez mindenütt azért némi fennakadással jár, de éjszakára minden lakosnak biztosítani fogjuk itt is, hogy a gépjárművel a telkére be tudjon menni. Viszont ugye cserébe, ha valaki gépjárművel napközben el akarja hagyni az ingatlanát, akkor azt lehetőleg majd reggeli órákban tegye meg munkakezdés előtt, hogy tudjon a napközben a munka folyni. A Béke utca után, hogyha jól tudom, a Csokonai út következik. A Csokonai utcán hasonló útépítés zajlik majd? Teljesen hasonló módon épül. Az két ütemben fog megépülni. Lesz egy egyes üteme. Az várhatóan a nyáron kezdődik valamikor, illetve lesz egy kettes üteme a Béke utcától a Ságváriig, ami meg várhatóan az ősz folyamán készül majd. És végülis mi a helyzet a jóval korábban megkezdődött építkezésnél a Betlen-Deák utcánál? A Betlen-Deáknál terv szerint folynak a munkák, megtörtént a csapadékvízrendszer kiépítése, a szükséges közművek kiváltása, kétoldali szegélykősor is most már elkészült, a tükröt kiszedték, és következő lépés pedig a tükör feltöltése a kavicsokkal. Azaz út ugye lényegesen szélesebb lesz, és egy kicsit más műszaki kivitelű, mint itt a Béke, illetve a Csokonai utcák. Más a műszaki tartalma, mivel az gyűjtőútnak minősül, ezért 6 méteres az aszfaltburkolat szélessége, két oldalt pedig a szűkös hely miatt kiemelt szegély van.